Hálaadó szentmisével kezdődött a Gál Ferenc Főiskola gyulai karának évzáró és diploma átadó ünnepsége a belvárosi katolikus templomban. Kovács Péter plébános útravalóul arra hívta fel a végzős hallgatók figyelmét, hogy adják tovább azokat az értékeket, amiket az elmúlt években kaptak. Ez lesz a küldetésük a diplomát kapóknak, hogy mindazt a jót, amit a szívbe fogadtak, és mindazt a jót, amit az Isten elég oldott, az kamatoztassák embertársaik javára. Az idei tanévben 46-an vettek át oklevelet Gyulán, a friss diplomások között vannak, akik tovább kívánják folytatni tanulmányaikat. Nagyon-nagyon mozgalmas volt és élménydús volt minden 4 év. Igazából minden program, amit mondjuk hökösként is szerveztünk, illetve egyéb más programok is nagyon jók voltak, emlékezetesek, örök barátságok ugyebár, és igazából jövőben én megyek tovább szülésznőre, most már 1 év lassan ott dolgozom a szülészeten itt Gyulán, úgyhogy igazából ez a jövőbeni tervem. A gyulai egészség és szociális tudományi képzést 2017 tavaszán vette át a Gál Ferenc Főiskola, így a 2017-18-as volt az első teljes tanév az egyházi keretek között. A katolikus intézmény ezzel a megszűnés veszélyétől mentette meg a negyedszázados gyulai felsőoktatást. A főiskola oktatói igyekeznek a diplomaszerzés után is tartani a kapcsolatot a hallgatókkal. Nagy szeretettel várjuk az alma máterbe a visszatérőket az újonnan betérőkkel együtt, akkor, hogyha szakmai feltöltődésre vágynak, új ismeretekre, változó világunkban ugye az önmegvalósítás az nagyfokú alkalmazkodást, együttműködést igényel, és ehhez ugye folyamatosan fejleszteni kell a tudást mindenkinek. Nálunk megtalálod a jövőd, ez is a Gál Ferenc Főiskolának a jelmondata, ez szerint működünk ezzel a lelkülettel. Az ünnepségen a gyulai kar oktatói is elismerésekben részesültek. Kozma Gábor rektor főiskolai docensé nevezte ki Homoki Andreát, Fodorné Vidó Renáta és Króné Csekes Zsonna pedig rektori dicséretet kapott.